Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára. Csak szülői engedéllyel vagy nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Mersics az Sőrűt László mindig oda volt a netes videókért, de főleg azokért, amelyekben ő szerepelt. A kedvenceit meg is mutatta Ördög Nórinak. Ez egy metró kocsi? Ez egy metró kocsi. Igen, igen, pontosan. Hát ez a többé, hogy van meg az igazi. Na, srácok! Lacit valószínűleg ugyanez a mérő jövőkényszer hajtotta, amikor elindult az X-faktor válogatásán. X-faktor válogatás! 2010! Ezt a kis gyöngyszemet is Laciék készítették. Úgy tűnik, megérte a rengeteg befektetett energia. Itt viszünk a város életében, hogyha... Én tudom azt, hogy ezekről felvételben videók és lesz teljesen szoros belőle. Persze, persze. Bocsánat, hagyjátok életben, tehát még tudom, hogy ilyenek legyenek. Egyelőre YouTube-ra feltöltjük őket, ilyen 10 perces kisfilmeket készítünk általában, és ilyen 2-3 havonta van egy vír. Erősen úgy tűnt, hogy a Sőrültek és Laci elhatározták, hogy elkészítik eddigi legnézettebb őrült videójukat, és ehhez minden eszközt bevetettek. Talán Laci gátlástalansága volt a legerősebb ütőkártyájuk. Laci aztán elnyerte méltó büntetését, de a zsűri is, mert a végén mondott egy viccet. Ne kérdezd! Tőlem egy nemet kapsz, de nagyon szeretlek, nagyon rokon szemes vagy. Köszi! Ez az! Egyébként odakint azt mondták, hogy a mai napon a legrosszabb produkció eddig a Szélé volt, mert arra mindenki azt mondta, hogy fúj. Tényleg? Igen. Szia! Hello! A produkció végén a csapat teljesen elégedett volt, ők elérték azt, amit akartak. Szúr is tudunk, lebolondoztak, leőrültöztek, kiakadtak tőlem, teljesen mindenki, kiakadt a közönség szakadt a röhögéstől. Minden megvan. Persze, természetesen. Következő? X-faktor 2. Akármi az RTL klubnál, akármi. Várom már a műsorfelhívást. Műsorvezetői poszt, hogy valami esetleg talán... Ezek után érthető volt, hogy a zsűritagok is furcsán viselkedtek. Ezt kaptam a gesztitől, lerajzolja a füles kutyával. Füli. Itt a füli kutyával. Kutya.